Az emberiség mindig is szeretett volna a madarakhoz hasonlóan szabadon szárnyalni a föld felett. A kezdeti cseklőbotló próbálkozások után, és persze a hosszú munka eredménye, meghozta a sikereket. 1988. december 21-én felszállt a világ eddigi legnagyobb repülőgépe, az AN-225. A mai videóban ezt a fantasztikus repülőt fogom nektek bemutatni. Tartsatok velem! Az AN-225-öt a szovjet űrprogram kiszolgálására fejlesztették ki. Elsődleges feladata a Burán űrrepülőgép és az energia hordozó rakéta részegységének a szállítása volt. A tervező munkákat 1985-ben kezdték el, 3,5 évvel később már sikeresen be is tudták fejezni, hiszen a repülőgép alapvetően az AN-124 mintájára készült. Így annak rengeteg berendezését, részegységét könnyedén tudták alkalmazni ennél a gépnél is. Az űrkutatásban rengeteg nagyméretű eszköz található, és ennek a repülőgépnek képesnek kellett lennie ezeket az eszközöket befogadnia. Erre szolgál a gép törzsében kialakított 43 méter hosszú, 6,4 méter széles és 4,4 méter magas rakhely. Annak idején a szovjetek ki is használták ezt alaposan. Szállítottak vele vonatot, harckocsit, kisebb méretű tengeralattjárót és még repülőgépet is. Napjainkban is igazán kedvelt szállítójármű az AN-225. Gyakran használják nagyméretű terhek fuvarozására. Kamionból teljes szerelvénnyel akár 4 darab is beparkolhat belőle. Illetve a raktér felett készítettek egy olyan helyiséget, ahol 60 fő kényelmesen utazhat. A tehertérbe kizárólag a felnyitható orrészen keresztül lehet rakodni, aminek a nyitása akár 7 percig is eltarthat. Az orrészben magasan kapott helyet a pilótafülke, amiben a 7 fő személyzet irányítja ezt a gigászi monstrumot. Az egész gép hossza meghaladja 84 métert, és a szárnyfesztávja pedig eléri a 88 métert, ami gyakorlatilag megegyezik egy focipálya méreteivel. A gép magassága pedig 18 méter, ami kb. Akkora, mint egy 5 emeletes panelház mérete. A legnagyobb felszálló tömege 640 ezer kiló, ebből pedig 250 ezer kiló lehet a hasznos terhelés. A repülőgépünk nem csak hatalmas terheket képes szállítani, de elképesztően hosszú távot is képes megtenni akár egyetlen tankolással is. Ha például Budapesten megtankolják és teljesen telipakolják mindenféle teherrel, akkor képes leszállás nélkül akár Afganisztánig is elrepülni, ami 4000 km távolságot jelent. Maximális repülési távolsága teher nélkül 11000 km, ami azt jelenti, hogy Budapestről Sydneyig képes repülni egyhuzamban, mindez 850 km/órás sebesség mellett. Nos, ennyit a világ legnagyobb repülőgépéről. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő videómról. Hamarosan újabb videóval jövök, addig is sziasztok!